születtem, így lettem hontalan. Reánk az Istennek csak kevés gondja van. Kóknak és magóknak voltam hűharcosa. Népszarvast űzőknek utolsó bajnoka. Tegnap milyen nap volt, tegnap előtt? Nem mondom. Igen, hogy hívják ezt másképp? Így van, áldozó csütörtöknek névek, nagyon jó, kiváló, 5 pont. Jó, hát ugye ez a 50 nap, ami egyébként a feltámadástól eltelik, ez teljes ünneplés jelentett a régi magyarságnál. Egy ponton van az, hogy van talán helye bőtnek, ilyenkor egyébként a péntek sem bőtös, ez ünnep. Tehát ebben az időszakban, kivéve egyébként a váró héten, amikor a szent lelket várják, ez egy másik kérdéskör, ebben az időszakban minden ünnep, hiszen ég és föld egy pillanatra összeér. Azt lehet mondani, hogy ilyenkor a romlandóság gyermekei megtapasztalhatják a romlatlan örök létet. Tehát ilyenkor tényleg a léten túli átragyog a teremtését. Egyébként tényleg nagyon érdekes, mert a pünkösdi időszakban mindig megújul a természet. Tényleg valami örökléti ragyogás látszik, ahogyan illatozik a paradicsom mindenhol. Tehát tulajdonképpen az ember legszívesebben megállítaná az időt ebbe az időszakba, és tényleg lehet érezni, hogy mindenhol valahol a léten túli öröklét boldogsága mutatkozik meg. Egyébként Radó Polikárp el is mondja, hogy feltámadás után 40 napig a magyarok úgy tartották, hogy ég és föld tulajdonképpen összeér, és a föltámadott Krisztusban hát különböző rokonságokat hoznak létre. Ez azért nagyon szép, mert a magyarságra az a jellemző, és az ífeszítő népekre, én ezt állítom, ezt lelki jellemzőként állítom, hogy egész egyszerűen a szabadság szerelmese, valójában persze a szabadság szerelme az Isten szeretetét jelenti, tehát hogy az anyag nem tudja fogságba tartani, és ez a 40 nap, illetve 50 nap, mert ugye áldozó csütörtökön Krisztus a mennybe megy, és akkor 10 napra rá elküldi a szent lelket, az valójában az örökléti létezés mutatja fel, hogy az anyag fogságában az ember egy kicsit kiszabadul. Ugye ezért mondtam, hogy ahogyan a középkori iratok is írják, hogy fennállva alleluját énekelnek, és ünnep az egész 50 nap. Na most, hát ebből az első álmás, az micsoda a 40 napból, ki tudja megmondani. Ez megint a szabadságot jelenti, az égbe emelkedést. Igen, az lesz. Persze, az. Nagyszerű. Nagyon jó, Fehér Vasárnap. Jó, akkor nézzük ki, tudja elmondani, hogy mi a Fehér Vasárnapnak a lényege, miért Fehér Vasárnap, és hogy hívják a görög katolikusok. Jó lesz az. Tehát kerességet vesznek. Majdnem. Az így van, így van. Tehát akkor inkább segítek, akkor elmondom. Van valakinek még tipje, vagy nincs? Nem baj. Elmondom. Következő van. Ugye, úgy hívják, hogy Fehér Vasárnap, vagy Tamás Vasárnap. A görög katolikusok úgy hívják, hogy Tamás Vasárnap. Ez feltámadás utáni első vasárnapot jelöli meg. Ugye, valóban jól mondja Csaba, hogy a kerességgel van ez összefüggésben, nem is akármilyen módon. A régi világban, azt nem tudom, tudjuk-e, hogy felnőtt korba keresztelkedtek, tehát az ősi időszakban, és nyilvánvalóan a kerességnek a pillanata az valójában a feltámadással függött össze, hát hiszen nem a romlandóságban akar újra születni, hanem a romlatlanságban. Tehát a feltámadott Krisztus napján, a feltámadás ünnepén keresztelkedtek, az örök létbe születtek újjá a keresztség által, ugyanis a keresztvíz által az ember újjá születik. Addig, amíg romlandó volt, az ő létezése, a romlandóság hatalma teljes fölötte, az annak a hatalma megszűnik, és az örök lét ragyogása kezd el az emberben tulajdonképpen világosságot kibontani. Tehát, hogy tulajdonképpen egy ilyen megvilágosodás felé indul el az egyén. Most ugye ezt jelezte a közösség, hogy újjá született közölünk a keresztény közösség valaki, és ezt azzal jelezték, hogy fehér ruhába öltöztették a tisztaság jelével, és gyakorlatilag az első hét szinte az ember érzés olyan, mint a teremtés, ugye 6 nap alatt teremti az Úristen a világot, a 7. megpihen, és gyakorlatilag ugyanez megy végig az újjászületendő nek a lelkében, és a Fehér Vasárnapon ezt a ruhát levetették róla, jelezvén, hogy a közösség teljes értékű tagjává változott. Ugye, hát ez nagyon érdekes, mert
A magyarságnak ráadásul ilyen paraliturgikus hagyománya fűződik ez a naphoz, a Fehér Vasárnaphoz, vagy Tamás Vasárnaphoz. A görög katolikusok nagyon szépen hívják Tamás Vasárnapnak, hiszen Tamásnak nem az a fő jellemzője, ami elterjedt egyébként, hogy ő hitetlen volt, hanem az a fő jellemzője, hogy volt egy kiváltsága. Az, amikor ő tapintotta Krisztus testét, ugye, Krisztus szívét majdnem, hogy, ugye, azt mondhatjuk, hogy ő romlatlan testet, romlatlan szívet tapintott, tehát ő valóságként érzékelte azt, amiről nekünk csak sejtéseink vannak. Nem tudom, hogy érthető-e. Tehát a Tamás vasárnap megjelölés ez nagyon szépen mondja, hogy igenis van egy öröklét, és az öröklét megtapasztalható a lezuhant világban is. Nagyon szépen, szép az elnevezés. Na most pontosan ennek az öröklét erejében, ahogyan mondtam, idéztem is már Radó Polikárpot, aki elmondja, hogy a feltámadott Krisztusban a magyarok mindegyike valamilyen módon rokona a másiknak, egy test, egy lélekként. Most itt lehetett olyan kapcsolatokat létrehozni, ami végül is nem az anyag által adatott meg, mert ugye mi egy létezési börtönben vagyunk valójában, és egy kígyó mérge által fogságba ejtett létezésben vagyunk, ugye a romlandóság az maga a kígyónak a mérge. És ezzel ki lehet szabadulni. És lehet olyan kapcsolatokat létrehozni ezen a napon, amik nem a test által adottak, nem az anyag által adottak. És az ember valahol az öröklétnek a sejtését kapja meg ebbe az időszakba. Ugye, hát Fehér Vasárnap ez a komázás, mátkázásnak a napja. Ugye, hogy a feltámadott Krisztusban az ember összetartozandó lehet olyannal, akivel nem született összetartozandónak. Most ez egy nagyon érdekes dolog, én erről beszéltem már korábban a vérszerződéssel kapcsolatban. Látszik így is, hogy tényleg egy folyamatos kultúrát lehet felmutatni, különben én azt mondom, hogy a magyar történelemnél szebb történelem nagyon kevés, vagy legalábbis úgy mondanám, hogy lehet, hogy más népnek is szép a történelme saját maga számára, de hogy a bölcsességet benne hordozzuk a mi történelmünkbe, az egészen biztosnak tekinthető. És tényleg hát nagyon szépen lehet elhozni eddig az időszakig is, ezt a, mármint a tulajdonképpen a múlt századig is, hogy bizony ez a tudás, hogy az anyag az legyőzhető, és az ember Isten által szabad, ez nagyon szépen felmutatható. Ugye már az is érdekes dolog, hogy a magyar kereszténységben a középkorból nagyon szépen ki lehet mutatni azt, hogy létrejönnek olyan kapcsolatok, amik nem a test által valóak. Tehát én nem tudom, emlékszünk el rá, hogy volt nekünk egy olyan érsekünk, ugye Szalkai esztergomi érsek, aki Mohácsnál meghal. Ő egyébként egy nagyon érdekes példa arra, hogy a középkori Magyarország szabadabb volt, mint most, mert ő egy egyszerű vargának a fia volt, és tulajdonképpen Magyarország, Nagy Magyarországnak a második emberévé változott. Ugye én megnézném, hogy ebbe a mai környezetbe egy egyszerű vargának a fia, akár nekem is. Mondjuk nekem lányom van, de mondjuk az ember lánya az, hogy lesz majd a második ember ebben az országban. Tehát erre szinte nulla az esély a jelenlegi körülmények között, és ez régen is így volt. Középkorban nem így volt. Na most ő 1480-as években Sárospatakon tanulja, hogy az öröklétben a magyarságnak minek van, tehát mit követ, mi az, aminek jelentősége van, mi az, ami állandó létünket meghatározza. Különben mi attól szenvedünk most, és ezért mondom, hogy a történeti alkotmányhoz vissza kéne térnünk, hogy nincs állandó igazság. Ha nincs állandó igazság, nincs Isten, nem tudom, hogy érthető. Tehát ezek a örökre megváltoztathatlan törvények, mint amiről egyébként Sólyom László érdekes módon most hajlandó volt beszélni, hogy vannak olyan jogrendszerek is, ahol vannak ilyenek, azokhoz vissza kéne térnünk. Ami egyszer igaz volt, az egyszer igaz. Tehát ha keleten kell a nap, akkor keleten kell a nap. És nincs ilyen, hogy ebből a szempontból nekem is lehet igazam. Most ő, Szalkai, tanulja, hogy minek van jelentősége. Megmarad a jegyzetfüzete. És kiderül, hogy három ilyen, örökidőt, amit életfán fejeznek ki, követ a magyarság. Az egyik az árbor consanguinitatis, ugye? Az árbor az fát jelent, consanguinitatis, az összes vérnek a fája. Tehát azt vezeti, hogy kikinek a rokona, anyag, az anyag örökidőben hogyan növekszik tovább. Aztán vezeti azt, hogy egyes közösségek között hogyan jön létre kapcsolat az anyag által. Ez az árbor affinitatis, azaz a sógorság fája. Ezt egyébként Fügedi Erik nagyon szépen leközli ezeket a
hát fizet részeket. És van a harmadik, az a arbor spiritualis cognationis, ugye a lelki rokonság fája, amely nem test által keletkezik, hanem keresség által. Tudnék, a középkorban úgy volt, hogy úgy tartották, hogy, és ez, ennek jelentősége van tényleg, és én azt gondolom, hogy a mai napig így is kellene, hogy legyen, hogyha az ember a saját gyermekének a keresztszülei szülőjévé nem a vérrokonát választja, hanem egy vadidegen, tehát anyagilag nem volt rokona. Másik, azáltal, hogy meghívja és keresztszülővé lesz, az, attól a pillanattól kezdve elsőfokú rokonság jön létre a két család között, ami azt jelenti, hogy ugye, tulajdonképpen a keresztszülőnek a gyermeke az unokatestvére lesz a keresztgyereknek, és ettől a pillanattól kezdve ez házassági akadály. Tehát valójában a keresztszülő gyermeke, mondjuk fia, nem vette el a kereszt lányt, mert ez vérfertőző házasságnak volt tekinthető. Nem tudom, hogy érte. Holott valójában, ugye anyag szerint nem volt rokonság. Nincsen rokonság. Nem tudom, hogy érthető. Tehát ez azt jelenti, hogy a feltámadott Krisztusban rokonok lesznek. Most ennek a tovább bővítése maga a komázás és a mátkázás. És ez nagyon érdekes dolog, mert hát ki komázik, ki mátkázik. Az ember végig gondolja, hogy valójában ezt kítáknál már látjuk, emlékszünk, a vérszerződés az ilyen kapcsolatot hoz létre, hogy nem voltak rokonok, és rokonnál válnak. Ugye Herodotosz már leírja az 5. század közepén. És aztán szépen látjuk Pomponius Méla, Tacitus, Szollénus, akkor Lukiánus. Minden forrásból látjuk, hogy van ilyen az ífeszítő népeknél, hogy bizony beszélnek arról, hogy lehet úgy is rokonná az ember, hogy nem született rokonnak, tehát testileg nem az, hanem halhatatlan lélek által tartoznak össze. Na most, itt nagyon érdekes, mert Lukiánus a Toxaris című művében, amit én sokszor szoktam idézni, most nem mondom el, Damdamis és Amizokész történetét mindenkinek ismerni kell már itt, de arra kevésbé emlékszünk, hogy ő elmondja, hogy a szkíták másképp kötnek barátságot, mint a rómaiak vagy a görögök. Illetve a görögök, mint a görögök. És ő elmondja, hogy a görögök azok úgy kötnek barátságot, ahogy ez a világ köti a barátságait. Hogy egy utcába születtek, egy iskolába jártak, és mivel állandóan találkoznak, előbb-utóbb barátok lesznek. És erre azt mondja a Toxaris, hogy a szkíták nem így kötik a barátságot. A szkíták úgy kötik a barátságot, hogyha valakiről megérzik, hogy van valami olyan lelki tulajdonsága, jellemi tulajdonsága, ami valahol az isteni felé közelít, ahhoz szeretne hozzátartozni, hogy ő is jobb legyen. És éppen ezért igyekszik is, hogy megfeleljen annak, hogy egy test, egy lélekké váljanak. Szinte kenyeres pajtásokkal. Nem tudom, biztos mindannyian találkoztunk már olyan emberrel, és ez nem a külön neműek között van, hanem az, aki igazán férfi, annak a tulajdonságait valaki hordozza, és a másik is olyannál szeretne válni, annál jön létre egy ilyen kapcsolat. Egy ilyen, ami a feltámadott Krisztusban van már jelen. Tehát, hogy egész egyszerűen nem az anyag határozza meg, hogy ki lesz a barát, hanem az Isten határozza meg, hogy ki lesz a barát. Nem tudom, hogy érthető. És hogyha másikban lát az ember egy olyan fényt, jobbá akar válni, és a másik segítségével, és akiben egyébként az Isten ragyog vissza, Isten képe ragyog vissza rá, azzá válhat. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép rendszer. Most mi ezt tovább visszük, mert tényleg a mátkázás komázásban ugyanúgy megjelenik. Én ezt a Galcsánából szoktam hozni ezt a példát, Moldvából, hogy ott marad meg nagyon szépen, mert ez egy vér nélküli vérszerződés, ami ott megtörténik. Ugye, mert az, aki hozzá akar tartozni a másikhoz, az ugye fehér vasárnapon kimennek a szabad ég alá, ugye a jóisten tekintete nézre álljuk, visznek piros tojást, ugye a piros tojás egyértelmű az feltámadásnak a jelképe, ugye, mert a Krisztus egy bezárt sírból támad föl, ugye, és a fehér tojás az azt jelenti, hogy a halál fogságában a világ. És amikor megpirosodik a tojásnak a híja,
vérrel telik meg, lélekkel telik meg, hogy az azt jelenti, hogy legyőzetett a halál. És kimennek, viszik a piros tojást, fogják egymás kezét, és akkor azt mondják, hogy vére, vére, holtig, vére, holtunk, után testvér. És összecsokkantják, és aki összetörik, azt megeszik, és ettől a pillanattól kezdve, hogy a léten túliban, a feltámadott Krisztusban, az örök létben összetartozandónak tekintik egymást. És ez ettől a pillanattól kezdve házassági akadály is a lemenőknél, hiszen ők a romlatlanságban tartoznak össze, tehát hogyha a komának a fia elvenné a komának a lányát, akkor visszazuhanna a romlandó létbe. Az anyagban lennének rokonok, de ők a halhatatlan lélek által rokonok. Tulajdonképpen legyőzték a halált, nem tudom, hogy világos-e. És nagyon érdekes, hogy ettől a pillanattól kezdve magázódnak, és azt is el lehet mondani, hogy egyébként a legfontosabb, mert nálunk a halál az egy nagy misztérium, tulajdonképpen az örök létre való születést, az anyag fogságából való szabadulást jelentette. Valójában ugye az utolsó nagy átváltozásnak a misztériumát, azt az itt maradt koma hajtotta végre. Mert ugye nálunk megállítják az órát, letakarják a kutakat, ugye valójában megfagyasztják a holttestet, hogy a legnagyobb békét sugározza, és egy ilyen bábszerű állapot legyen, amitől el tud várni a lélek, fölismeri, hogy nem azonos már ugye a teste, és el tudja engedni, mert hogyha nem engedi el, akkor kísér. De most ezt mind a koma hajtja végre. Tehát nagyon érdekes dolog, hogy tényleg nálunk ebbe az 50 napba ég és föld tulajdonképpen öleli egymást. Tehát az ember belekóstolhat az örök létbe. Ezért nagyon jó ez a feltámadás utáni állapot, és ezért tulajdonképpen ez a zöld farsang, vagy bárány farsangnak is nevezik ezt az időszakot, ugye a pünkösdik terjedő, mert ilyenkor köttetnek a házasságok újra. Hát persze, hát hol tartozna az ember a másikkal össze, mint egy örök létbe? Mert azért az a régi világban nem volt természetes, hogy össze-vissza váltak az emberek. Tehát azért valahogy úgy volt, hogy sajnos most itt külső okok miatt is, hogy úgy neveljük a gyerekeket, és a világ is azt sugallja, hogy egyrészt ugye az a dolog, hogy nem ismerjük el, hogy az embernek van neme. Tehát kezdetektől fogva egy gyermeket úgy kéne nevelni, hogy igenis van neme. Egy fiú az nem véletlenül lesz fiú, egy lány nem véletlenül lesz lány. És hogyha valakivel megértették a nemét, hogy mit jelent az, hogy férfinek lenni, és mit jelent az, hogy nőnek lenni, akkor igenis meg tudja választani a párját. És igenis van esélye arra, hogy egy gyönyörű életet, mert nálunk nem véletlen, hogy az esküvő az esküvő. Tehát ezt mondtam, hogy ez amikor a kereszténységről beszéltünk, a régi magyar kereszténységről, hogy például ez egy magyar katolikus hagyomány sehol máshol nincsen, az esküvő az nem esküvő. Tehát az, hogy a keresztény vagy az evangéliumban esküt tennének, hogy jóban, rosszban, stb., az sehol sincsen. Nálunk van egyedül. És nálunk meg lehet szentelni így egy életet. Na de hogyha összekeverem a nemeket, és nem nemszerűen tanítom a gyermeket, akkor nem fogja megtudni, hogy kicsoda ő maga. Hát mondtam, hogy már az én generációmnál is, pedig én majd fél évszázados vagyok, ugye már ott is az volt, hogy mit tudom én, 35-36 éves koromban kellett rádöbbenni arra, hogy mit jelent az, hogy egy férfi az férfi. Tehát annak vannak jellemzői. Most ez nem azt jelenti, hogy én funkcionáltam, tehát nem erről van szó, de nem tudtam, hogy a férfi az jár egy lelkiséggel. Mint ahogy a nő is jár egy lelkiséggel. Most erről nem akarok beszélni, mert egy egészen másfajta előadást tartanak meg. De a lényeg az, hogy igenis ennek óriási jelentősége van. És ekkor ebben az időszakban kötöttek házasságokat, hiszen az örök létre kötjük a házasságot. Nem tudom, hogy értetően. És a régi ember, meg kell, hogy mondjam, hogy sokkal boldogabb volt, mert az állandóság az boldogságot jelent. A nagy baj az a mostani világban, hogy azt hiszik az emberek, és ezt sugallják a reklámok és az egész világ, hogy haszonnal lehet élni, tehát hogy a jónál lehet jobb. A jónál nincs jobb. Nem tudom, hogy a jó az attól jó, hogy jó. És a mostani ember, persze fokozásban lehet ilyen, tehát az, amikor jó, jobb, legjobb,
lehet, van ilyen, de az életben azt hiszem, hogy nincsen. Valami vagy jó, vagy rossz. Nincsen, és az ember ott téved, amikor a jónál jobbat akar. Tehát ez egy érdekes kérdéskör. Na most ugye áldozó csütörtök egyébként az a következő napunk, mert ugye Fehér Vasárnapról úgy nagyjából ilyen röviden hát beszéltünk, és mondom, hogy ez fontos viszonyrendszer, és tényleg egy komata küldése, stb. Ezek nagyon szép hagyományok. Tehát amúgy érdekes mondani, hogy bizonyos szempontból a földi összetartozást is erősíti ez a ünneprendszer, vagy ünnepi időszak, mert azért nyilvánvalóan ez hozzátartozott az is, hogy tudta, hogy ki egy közösség, hogy mely közös őstől származott. Ugye nagyon érdekes dolog, hogy én még a harmadik unokatestvéremet tudom, hogy kicsoda. Ha ma megkérdezném a mostani 10-15 éves gyermekeket, azt gondolom, hogy nem tudnám még azt, hogy ki az unokatestvére. Ami nagyon nagy baj, ami azt jelenti, hogy egy közösség teljes széthullás közelében van, és azért ez úgy van, tehát a magyar hagyományban én azt tapasztalom, hogy megtartva az anyagi világnak a realitását, úgy tudott létezni, hogy mégis fölé emelkedett. Tehát, hogy ég és föld az összeért a régi ember számára, és ezáltal teljes gazdagságban élte le az életét. Most a következő ünnep, mint mondtam, ami nagyobb ünnep, Fehér Vasárnap után, az áldozó csütörtök. Na, miért kapta az áldozó csütörtök a nevét, hogy áldozó csütörtök, és mikor van? Mikor van? Nem hallom. Feltámadás után, 40. napra, így van. És miért áldozó csütörtök a neve? Hogy áldozó, és a kurvári kódex, meg sorolhatnám, ahol így jelenik meg. Hát azért, mert a régi egyház, tehát hát sokat változott az egyház, mert biztos tudjuk, hogy vannak ma ilyenek, hogy mindennapi áldozók, hogy naponta áldozók. Most a régi egyházban ugye azt követelte meg az egyház, hogy az egyházi év folyamán ez volt az utolsó nap, amikor lehetett áldozni. Tehát, hogy ha valaki az év folyamán nem ment el, legalább ezen a napon menjen el áldozni. Ugye, nem tudom, mind a kettőnek, persze, hogyha ha Krisztus meghívja az embert az asztalához, akkor ezt el kell fogadni. De mondjuk ez bizonyos szempontból azt, hogy az ember szembesüljön magával, egy kicsit hát elfelejteti. Tehát nem véletlenül volt a régi magyar embernél esetleg, hogy volt olyan, aki egy évben egyszer ment el, mert érezte a gyónásnak, meg az önmagával való szembenézésnek a súlyát. De ezt áldozó csütörtökig ezt meg kellett tennie mindenféleképpen, ezért hívják áldozónak. Na most ugye mi történik? Ekkor ki tudja idézni az evangéliumot, már nem szó szerint, hanem mi történik ekkor. Tenni a jó oldalán. Tanítványok jelenlétében ugye Krisztus felemelkedik az égbe, elfoglalja az őt megillető helyet, ugye az egész teremtésnek a ura ő valójában, és a lábai nyomai ott maradnak, ugye a kőben. Egyébként sok ilyen hagyomány van, ahol Jézus lábnyomát vélik felfedezni, a Kárpát-medencében is. Zsigmond idejéből is van egy ilyen történet egyébként, ahol két család egymással hadakozik, és ahogy éppen másnap egymásra támadnának, akkor éjszaka folyamán hát látnak egy fényességet, és abban a fényességben Krisztust felemelkedni az ég felé, és ahogy békítőleg emeli fel a kezét, és onnét, ahol látták a jelenséget, másnap oda mennek, és akkor megnézik, és tényleg ott volt a lábnyoma, Krisztusnak a lábnyoma. Ezt ábrázolják is, például a Garamszemben nekem is lehet látni, illetve az oltáron. Oltárokon ábrázolják nagyon sok alkalommal, és azt is tudni kell, hogy a régi ember különben mindig úgy élt, hogy azt tette, amit a teremtés diktálta számára, illetve nem akart ő jobban járni,
hanem úgy érezte, hogy akkor van a rendjén az élete, ha az segíti elő, ami egyébként az év folyamán történni szokott a teremtésben. Ezt arra mondom, hogy ugye majd később a protestánsok nagyon sokszor károsztatják a katolikusokat, hogy ilyenkor tulajdonképpen megjelenítik magának Krisztusnak a mennybe menetelét, ugye Garamszentbenedekről is maradt fönn egyébként olyan hát Krisztus faszobor, amit valójában tényleg akkor húztak föl, amikor a mise volt, és megjelenítették a padlásra, fölhúzták, ahogy emelkedik föl Krisztus, egyébként pedig ugye gyertyákkal angyalok várták fönn a mennyezeten, és amikor eltűnt, akkor pedig különböző ajándékok, ilyen édességek hullottak le az égből, jelezvén azt, hogy ilyenkor a mennyek országa, ami egyébként akkor a mennyek országának kapuja, ami a bűnbeesés után bezárult, és nem volt ég és föld között kapcsolat. Azáltal, hogy Krisztus fölemelkedik, és a mennyek országa kapuján kopogtat, vagy ráüt a keresztjével, azáltal megnyílik a mennyek országa. És ilyenkor azt kell tudni, hogy úgy tartották, hogy valójában a mennyek országának a kapuja ilyenkor egy óráig nyitva van. És a kívánságaink egyenesen az égbe érkeznek, egyenesen tulajdonképpen a teremtőhöz érkeznek. Ugye dél és fél egy között tartották ki, hogy akkor emelkedett föl maga Krisztus. Egyébként nagyon érdekes a leírása a középkori íratokban, a magyar hagyományban, hogyan mennyei sereggel vonul fel az égbe. Az nagyon hasonló egyébként a magyar királykoronázások alkalmával, hát felvonuló koronázó közösséggel. És tényleg ilyenkor a kívánságaikat, az imáikat fölküldték Krisztussal együtt az égbe, és az tényleg úrangyala imádság mellett, ugye ez hathatóssá vált ebben az időszakban. És valójában, hát ezt is fejezte ki egyébként, ahogy a eltűnő Krisztus szobor, amit fölhúztak a templom mennyezetére, illetve a templom padlására, a helyénről ugye édességek, meg ajándékok hultak alá az égből. Tehát, és még valami, hogy Heves Aranyos, meg Ságújfalúról nagyon szépen följegyzik azt, hogy amikor Krisztus az égbe megy, a Föld ezt a örökléti állapotot annyira megszerette, hogy szeretne örökké összetartozandó lenni a megváltóban. És utána megy. Elindul az égbe Krisztus, és utána emelkedik a Föld. Igen ám, de a Földnek is vannak olyan részei, mint ahogy a Krisztus báránykáinak is. Van olyan, amelyik jobban hallgat a szóra, és van olyan, amelyik kevésbé hallgat. És vannak részei, amelyek magasabbra emelkedtek, vannak részei, amelyik éppen csak elindultak volna Krisztus felé. És Krisztus látja, hogy emelkedik utána a Föld. És még nincs itt ennek az ideje, és annyit mond, hogy ámen, és amikor kimondta, hogy ámen, akkor hát mindenki, ahol éppen tartott, ott maradt. És így keletkeztek a hegyek, illetve így keletkeztek a völgyek. Ezt tartja a magyar néphagyomány áldozó csütörtökön. Tehát nagyon szépen lehet tapasztalni, ahogyan tényleg ég és föld összetartozik. Na most az áldozó csütörtök után ugye, hát van a tíznapos időszak, ugye, amikor hát várják a Szent Lelket. Különben ezt váróhétnek is hívták. Ugye ekkor van nyoma a bőtnek, hogy bőtöltek esetleg a pénteki időszakban, és az is, hogy végig várják a hetet, hogy vajon mikor fog eljönni a Szentlélek, az apostolok együtt vannak. Mikor fog eljönni a Szentlélek. És a helyzet az, hogy hétfőn, és akkor végignézik, hogy akkor mit teremtett az Úr, hogy akkor ekkor kell érkezni, a kedden, hogy mit teremtett a második napon az Úr, a harmadik napon. És persze úgy van ennek a tanúsága az, hogy az ember tervezhet, de mégis a Jóisten nem múlik, hogy mikor fog bekövetkezni az, ami megváltja az embert, megvilágosítja, csak akarni kell, várni viszont várni kell. Különben a pünkösd, az nekünk szerintem különösen fontos, hiszen bár az evangéliumunkban nincsen jelen, vagy nincsen benne, hogy a szűzanya jelen van, de az apostoloknak ő királynéja, az maga a szűzanya. Ugye? És hát ilyenkor a Szentlélek eljövetele valójában ugye a szél erejében és a láng nyelvekben megnyilvánul.
Ugye, és nagyon érdekes dolog, hogy a mi nyelvünkben egy picit talán furcsaságnak tekinthető, hogy a lángnyelv, az annak jelentése van. És ugye, amikor megjelentek ezek a kis tüzes lángocskák az apostolok feje fölött, akkor a Szentlélek által nyelveken kezdtek szólani. Tehát, hogy a lángnyelv az valójában egy kicsit úgy átít. És nagyon érdekes, hogy hát angolban biztos, hogy nincs ilyen, hogy, tehát nem tudom így összerakni, hogy lángnyelv. És más nyelveken is nehézkes. Mondjuk a Kárpát-medencében, azt tudom, a szlovák nyelvben tükörfordítással létezik a lángnyelv. Tehát ez egy, lehet, bár én nem vagyok nyelvész, tehát nem akarok hülyeségeket állítani, de talán aki nyelvész, az el tud ezen gondolkozni, hogy érdemes volna megvizsgálni, hogy a Kárpát-medencén kívül mennyire van értelme ennek a megjelölésnek, mert tényleg nagyon érdekes, hogy a kettő összetartozik, tehát az ige és a lángnyelv fogalma. Na most ugye még valami, hát azt érdemes tudni a pünkösről, hogy tényleg a Szentlélek, no, hagyj kérdezzem meg, hogy ki hogyan határozná meg a Szent Lelket? Vagy van-e valami fogalmunk róla? Tehát, hogy van valakinek valamilyen elképzelése, hogy mi maga a Szent Lélek? Tessék? Persze, jó, ez rendben van, de hogy hogyan tudnám foghatóvá tenni? Hogy mindenki értse, hogy mi az a hogy Atya, Fiú, Szentlélek, ez rendben van. A Szentlélek árnyéka ugye az ami valójában az igét, ami által az ige testesül. Tehát itt lehet érezni kapcsolatrendszereket. No, ez hozzátartozik az... Tessék? Egy hasonlattal mondjad, hogy milyen hasonló. Hogyha azt mondom, hogy számít, hogy jött meg a bármilyen. Ajaj, ez nekem bonyolult lesz már innét kezdve. Igen. Tehát jó az a, tehát a maga, hogy fordítsam, a maga a gépi rendszere, igen. A szoftver pedig a... Hát ez most már nagyon bonyolult lett, de nem, jó az irány különben, de csak ez nagyon bonyolult, én egyszerűbben is... Nem, jó, tényleg valami hasonló. Végül egy olyan megfoghatatlan tudásanyag és működés jött létre a számítógépben, amely egy hosszú folyamaton keresztül kellett nekem ahhoz dolgozni, hogy ezen az átalakuláson át kell átmenni. És... Jó, jó, végül is valami hasonlóról van szó, de úgy könnyebb megközelíteni, ezt én elmondtam, hogy egyetlen egy nap lejátsza a teremtés történetét. Egyetlen egy ember élete lejátsza a teremtés történetét. És egyetlen egy év is lejátsza a teremtés történetét, ahogy a teremtés is lejátsza a saját maga történetét. De tényleg mindig ugyanazt tükröződik vissza. Valami furcsa idők tengerén keresztül létezik az ember, tulajdonképpen magában az egész rövid kis 70-80 éves időszakában. És ehhez képest ugye egy év is tanít erről bennünket. Ahogyan egy nappal is, egy éjszaka is. És a lényeg az, hogy maga a Szentlélek eljövetele az, ami gyakorlatilag elvezérel bennünket egészen december 25-ig. Tehát valójában a Szentlélek az egy lélekvezető időszak. Lélekvezető. Ugye azt érzékeljük, hogy tényleg úgy van, hogy hát más az ember ősszel és más tavasszal.
Tehát a lelkisége is más, és más a teremtés is. És ehhez képest megvannak a mindig megfelelő igék. És a, gyakorlatilag az évnek ebbe az időszakában, amikor megtörtént a feltámadás, utána 50 napra eljön a Szentlélek, a következő részben a Szentlélek az, amelyik minket vezet. Ezt úgy lehetne jól érzékeltetni, ezt Radó Polikár szépen mondja, hogy azt mondja, hogy a Szentlélek az a pedagógus. Ez nagyon, a pedagógus az azt jelenti, hogy gyermekvezető, különben ez nagyon szép hivatásám. Én nem is értem meg, meg kell, hogy mondjam, hogy elhagyják az, akinek ilyen képesítése van. Ez gyakorlatilag lélekvezetés, gyermekvezető. Ugye a lelket segíti az, hogy eljusson Istenhez. És a Szentlélek is segít bennünket, hogy Istenhez jussunk el. Vagy ha valakinek ez túlzottan fellengzősnek hangzza, hogy a boldogsághoz jusson el. Vagy hogy megvilágosodjon. Hát a lángnyelvek már eleve egyébként, a lélek pedig a szélzúgása az a lelket leelés. Tehát tényleg olyan, ez más kultúrákban azt mondja, megvilágosodás. Na most ezért van az, hogy ha ezt összerakjuk így, akkor érthetővé válik az, hogy például miért vannak a pünkösdi királyok. Ugye? Amik általában verseny keretében kapják meg. Például a Csepregről nagyon szépen feljegyzik, hogy lovakon, lóverseny, akad, mindenki a saját lován nyereg és kápa nélkül kötél akadályokat ugratnak át, és háromszor teszik ezt meg, és aki a leggyorsabb, az lesz a pünkösdi király. Hiszen aki ugye egy évben is az van, hogy aki a leggyorsabban ér el, ahhoz, ami teljesen megvilágítja azt, ami az elküldőnek a képmása. Azt kell abban a helyzet, azt kell megkoronázni, nem tudom, hogy mennyire érthető ez. És ez nagyon szépen elmondják, hogy akkor az ilyen, az a kocsmába egész évben ingyen ihatott. Nagyon helyes. Ugye? És ha betévedt a kocsmába, akkor a lányoktól font koszorút kapott a fejére, egyébként pedig táncmulatság nélküle nem volt meghirdetető a településen, és amúgy, hogyha az ő jószága egész évben tilosba tévedt, akkor is egyébként az ő italozását és a tilosba tévedést a község fizette. Mert az a mi királyunk, az a mi példakép, vagy lehet így is mondani, hogy példaképünk, ami Istenhez vezet el bennünket. Tehát a gyorsan. És ugyanennek az ellentéte az is, hogy általában a pünkösdi királynő választáskor a legkisebbet választják meg. Ez ugyanaz a dolog, majd mindjárt elmondom, hogy miért. De közben még annyit elmondanék, hogy például Ugocsa megyében viszont megvan egy olyan változata a pünkösdi királynak, királyságnak, hogy ott a legrosszabb ruhába öltöztetik föl, ilyen állarcosan a Ugocsa megyei, vagy öltöztették föl, ez Bálint Csáda nagyon szépen fölgyűjti, állarcos királynak öltöztetik föl, és a legrosszabb gebén vezetik végig, ugye? Mert itt lehet látni, hogy valahogy az idők tengere kerül legyőzésre, mert az embernek beugrik a legrosszabb gebe, címén, aki ez mellékesen egyébként az összes törött köcsögöt, meg minden rossz, ahogy megy végig a településen hozzávagdosság, ugye ez a múltnak a rosszaságai, a romlandóság és a legrosszabb gebe. Beugrik a tátos paripa egyébként, ami szintén nagyon érdekes, mert ugye az a legrozzantabb gebe általában, és parázssal táplálkozik, és itt megint jön az időnek az ereje, mert ugye ez a múltnak az erejét jelenti, mert a parázs, amitől ő erőssé válik, az a múlt. Nem lángot eszik, nem tudom, hogy érted, nem a jelent teszi meg, hanem az elmúltnak az erejét eszi meg. És a múltból táplálkozik, és ez nagyon tanulságos számunkra, mert azt kell, hogy mondjam, hogy egy népnek vedd el a múltját, és uralni fogod. Ezért van az, hogy a történelmet teljesen át... Hát én állítom, hogy a finnugrizmus az a trianonnal összefügg. Tehát, hogyha mi nem finnugorok vagyunk, akkor nincs trianon. Ezt most nagyon... Miért? Miért nincsen? Ki tudnál megmondani, hogy miért nincsen? Hát azért, mert nem tudom, tudjuk, hogy a trianonnak voltak történelmi alapjai, mármint akinek történelme van, annak van joga. És ugye a Masaryk, ugye a csehek, illetve Csehszlovákia, akkor még nem Szlovákia, bár már régen terve van Szlovákia kérdésköre is, és vannak megvalósulási variációi. Ugye arra alapították az igényeiket, hogy itt tulajdonképpen a magyarok ide beszédelektek, itt laktak már egyébként morvák,
akik egyébként nem azonosak a szlovákkal, de ez egy teljesen más kérdés. És tulajdonképpen egy 1000 éves elnyomás szűnt meg, ugye a trianoni hát békediktátummal, nem tudom, hogy érthetően. De ha mi nem finnugorok vagyunk, hanem érvényesül a hunni kviet avarész, tehát hunoka vagy avarok, vagy avarész kviet dikuntur ungari, avarok, akiket magyaroknak mondunk, akkor gond van, mert folyamatos a jelenlét, nem tudom, hogy világosan. Tehát ezért mondom, hogy valójában ez a kérdéskör, az valójában, mármint a őstörténet kérdésköre, az valójában jelenre hat vissza, és ez ugyanolyan, mint a tátos paripa, amelyik a legrozzantabb, de hogyha parást eszik, akkor a legerősebb lóvá tud válni. Nem mindegy a történelmünk. No, tehát ez is megtapasztalható magában a pünkösben. És akkor végül innét kezdve a harmadik tétel, amit már említettem, hogy nem véletlen, hogy a legkisebbik leány a pünkösdi királyné választásoknál, ő lesz a pünkösdi királyné. Hát miért? Miért? Mert egyértelmű, hogyha csak abba belegondolunk, hogy ő az, aki legkésőbb érkezett az időben a közösségből közülünk. És ő az, akinek a legtöbb esélye van, hogy mindannyiunkat képviselni fog az idők folyamán. Ez a családi asztalnál is így van egyébként, egy normális családban valóban úgy van, hogy a legfiatalabb kapja a legfinomabb falatokat, mert ő fog mindannyiunkat képviselni. Arról nem is beszélve, hogy ő benne a legerősebb a növekedés ereje. Ugye? Tehát mi már nem növekszünk, de gondoljunk bele, egy szilárd, az mennyit fog még változni, nem tudom, és ő benne van a növekedésnek a ereje. És mi Istenhez akarunk elérni, nem tudom, vagy a boldogsághoz akarunk elérni. Ezért is van a pünkösdi királynőnek szerepe. Egyébként a pünkösdi királynő játékokban ott felfedezik, hogy gyakorta szerepel ugye Szent Erzsébet, akit aztán próbálnak azonosítani. Ez persze még nem, tehát ez külön vizsgálatot igényelne, de azért mégiscsak van benne valami, hogy ez esetleg a mi Szent Erzsébetünket jelölné, és az Adorjás, aki a mondókában szerepel, az pedig az ő édesapját, ugye második Andrást jelölné meg. Amúgy nagyon érdekes, mert akkor a pünkösdi rózsa az valójában összefüggésbe osztható lenne Szent Erzsébetnek a csodájával. Ugye Erzsébet napja mikor van? Nagyon szép, november 19, így van. És ugye a pünkösd az a túloldalra esik át. És akkor ilyen kicsit olyan, mint hogy a pünkösdi rózsa, az, mert ugye hát a pünkösd azért változó ünnep, ugye a feltámadáshoz van kötve, de általában mondjuk a májusi időszakban esik, és akkor az a bika. És ugye a november 19, itt a skorpió bika, az pont egymással ellentétes lenne, és ugye a túloldalról kerülne át maga a pünkösdi rózsa. Tehát azért ebben van valami, de egy tény az, hogy maga a pünkösdi királyné az a legkisebb, legfiatalabb gyermek volt. Na most ugyanakkor még érdemes megjegyeznünk azt is, hogy megint csak érvényesül az, hogy segíti a teremtést az ember az Istenhez való emelkedésben. Hiszen a templomokban eljátszották a lángnyelvek érkezését, itt égő kócokat hajigáltak le a templom mennyezetéről, illetve ostrákat is, és szélzúgást imitáltak, ugye, a Veni Sancti Spiritus előtt harsonákat fújtak meg, tehát a lélek érkezését mutatták föl. Lélek érkezését. Sőt, nagyon jól tudjuk, hogy Somorja, például Somorján voltam előadni, Somorja ugye az most, nem most, mindig ott van, igen, Pozsony mellett egyébként, és bármi furcsa, Somorja nevében Mária neve van benne, ott tiltottak be engem egyébként. Igen, azt megírta az ottani Népszabadság, hogy egy szélsőséges ideológus Tibor Varga érkezik hozzájuk, és mondtam, hogy milyen nemzetközi hős vagyok. Ennek, és meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon jót tett, mert óriási tömeg volt. Most a lényeg az, hogy Somorján ott azt csinálták pünkösdnek a napján, ugye amikor a Szentlélek eljön,
hogy a templomnak az összes nyílását, tehát az ablakokat, az ajtókat kinyitották, és gyakorlatilag hogy a Szentlélek ereje átjárja, ugye? A Szentlélek lelket leel belénk. A Szentlélek olyan valami különben, nem tudom, tapasztalta-e már meg valaki azt, hogy én azt gondolom, hogy minden ember, aki csak nem elbetemült annyira, hogy teljesen sötét legyen, tisztában az ő jó oldalával, és tisztában az ő rossz oldalával. És ha valaki egy kicsit hajlandó arra, hogy az ég felé fordítsa a tekintetét, az küzd a rosszaságával. Aki nem, az nem teszi meg. Ma egyre inkább erre biztatnak, ezért vannak, tulajdonképpen nagyon sok győzike van ebben az országban, borzasztó sok van, akinek nem kéne azt csinálni, amit csinál, mert nem oda való. Nagyon sok van, és ez abból adódik, hogy nem hallja az elküldőnek a szavát. De aki hallja, az jobbá akar válni. És óriási és nagy küzdelmet folytat, hogy jobbá váljon. És egyébként önmagától nem sikerül. Önmagától nem sikerül, ha csak nem kegyelmet nem kap a jó Istentől. És ha kegyelmet kap, na ez a Szentléleknek a megjövetele, akkor minden olyan dolog, ami korábban óriási problémát okozott neki, amitől nem tudta végrehajtani, ezért mondom, hogy megvilágosodás valahol, egyszerűen hirtelen könnyűvé válik. Hirtelen olyan, mintha nem is lenne érthető, hogy addig miért volt gond. Egyszerűen megszűnik minden, ami bilincsbe verte. Tehát tulajdonképpen pünkösd az a szabadító ilyen téren, tehát a teljes szabadságot jelenti. Mondom, ez más kultúrákban úgy lehetne mondani, hogy megvilágosul. Szinte egy ilyen átistenült állapotba való kerülést jelent. És ezt mindenkinek kívánom, hogy jöjjön az életébe egy ilyen pillanat, amikor mindazt, ami addig, mint egy ólomsúly húzta lefelé, hirtelen leszakadjon róla. Volt már nekem is ilyen különben. És sejtem, milyen az, hogyha még többször történik. Tehát, mert ugye... És ekkor egyébként például Csíkdelnén a mise alatt, tehát mondom, hogy mindent így párhuzamosan tettek. A mise alatt például ugye a galamb az a Szentléleknek a megfelelője. Tulajdonképpen ugye amikor megjön az ággal, és akkor kiderül, hogy nincs már az özönvíznek ereje, és Isten haragja megszűnt, és béke van, gyakorlatilag ez tevődik át a béke galambra különben, ugye, amit hogy megjelenítenek. Egyébként a béke az tényleg azt jelenti, hogy jelen van az Isten. De nem az a béke, amiről, mert most ez nagyon érdekes dolog, itt annyiban fűzném össze a mai politikai helyzettel, hogy ugye a Fidesz és a hatalmon lévők meghirdették, hogy egységet hozzunk létre. Én azt gondolom, hogy amit ők hirdetnek, az nem egység, az legfeljebb közösség. Tudnék, egység az úgy tud létrejönni, és az a béke, amikor az égiek törvénye érvényesül, és azt mindenki elismeri, hogy érvényesül az a törvény. És ettől valami halhatatlan nyugalom szállja meg az embernek a szívét és a lelkét. Tehát ott, ahol béke van, ott Isten van jelen. Tehát nincs vita, nem tudom, hogy érthető. Nincs vita, mert ez így van. Van egy barátom, aki úgy szokott elköszönni a telefonban mindig, hogy békés estét. És tényleg, milyen igaza van. Tehát addig, amíg az emberben háború van, és háború csak ott van, ahol Isten nincsen. Viszont ezzel szemben azt kell, hogy mondjam, hogy az, amit a Fidesz hirdet, az úgy gondolom, hogy inkább a halál. Tehát én nem szeretnék egységbe lenni Demján Sándorral, Csányival, a Céles Gáborral, mert ugyanis a békéhez csak olyan háborún keresztül lehet eljutni, amely a rosszat eltünteti az ember életéből. Tehát azért Krisztus a kufárokat kiverte a templomból, nem tudom, hogy mielőtt felment a kereszten. Tehát mi meg ezzel adósak vagyunk. Tehát ha valaki most azt mondja, hogy legyünk közösségben, mondjuk Széles Gáborral, az azt jelenti, hogy fogadjam el azt a 65 évet, ami itt történt.
Nem tudom, hogy világos-e. Tehát, és ezt azért érdemes elmondani itt a Szentlélek eljövetelével kapcsolatban, mert ugye az egyháznak a Istenben való egy test, egy lélek, egy szív létezését mutatja föl. És viszont, ha valaki a gonosszal egy test, egy lélek lesz, azt a gonosz megeszi. És mi még itt nem tartunk, hogy egységet hirdethetnénk, még olyan szinten sem tartunk, hogy ezt úgy szokták indokolni, hogy azt mondták, hogy a szeretetnek a erejével. Én elmondanám azt, hogy a szeretet az nem erről szól. Tehát ez nem szeretet, ez szeretetlenség. Tehát akkor, amikor az ember a rosszal együtt van, az szeretetlenség. Az ott kezdődik a szeretet, amikor azt mondja az egyén, vagy akárki, aki a szeretetet gyakorolja, hogy te itt és itt nem cselekedtél jól. És ezért nem tudok egységben lenni vele. És azért mondom meg neked ezt, mert szeretlek. Nem tudom, hogy érthetően. És ezután következik egy olyan dolog, hogy az illető megbánja, amit tett, és igyekszik jóvá tenni. És igyekszik nem elkövetni még egyszer. Nem tudom, hogy érthetően. De a mi társadalmunkban ez hol van jelen? Tehát következésképp még nincs itt az egység ideje. Aki itt közösségről beszél, az gyakorlatilag a mi halálunkat akarja. Bármi rossz is. Ezt tudom, hogy sokkal kényelmesebb egy büdös közösségben ülni, és akkor a konfliktusokat úgy csináljuk, hogy mintha nem lennének, mint hogyha az ember azt mondja, hogy már pedig mégiscsak van ilyen, hogy jó, vagy mégiscsak van ilyen, hogy rossz, és nem általam, nem az én szempontomból van jó és rossz, hanem van egy örök isteni törvény, amely szempontjából van jó és van rossz. Mint ahogy keleten kell fel a nap, és nyugaton nyugszik. Nem tudom, hogy világos, hogy miről beszéltem. Tehát következésképp sajnos még nem vagyunk ott a Magyarország nagy átváltozásának a kapujában. És ugye mondtam, hogy a béke és az egységről indult el ez a pici okfejtés. Hát Csíkdelnél ilyenkor mise közben a Szentségházból kiengedtek egy galambot, ugye jelképezve, hogy jelen van a Szentlélek. Tehát nagyon szép szertartásaink voltak, és tényleg azt lehet mondani, hogy minden egyes évben a magyarság közelebb került a Jóistenhez, és még valami, hogy nagyon érdekes dolog, hogy a pünköst az a Mária kegyhelyeknek, ugye Mária könnye, Mária pócs, Csíkszereda, mindenhol a búcsúja. Nagyon, tehát összekötődik a szűzanya és a Szentlélek. Ugye a Szentlélek árnyékolja be a szűzanyát. És egyébként pedig az érdekes dolog, hogy mi apostoli királyság voltunk. Ugye az egyetlen egy apostoli királyság. Tehát nekünk a Szentlélekhez nagyon sok, hogy fogalmazza az ember, sok kapcsolat, vagy Szentlélekhez nagyon sok erő köt bennünket. És nagyon érdekes egyébként, hogy a koronázáskor is a Szentlélek erejét hívták segítségül, hogy a koronázás sikeressé legyen. Tehát valahol ez a kettő, a szűzanya és a Szentlélek ereje az, amely átalakíthat mindannyiunkat, és ezért van igaza egyébként Balcó Andrásnak, aki ugye azt mondta, hogy Magyarország akkor menekül meg, ha hajlandó megtérni. Ez különben olyan kínaiul, meg olyan fellengzősen hat, de ez azt jelenti, hogy valójában, hogy nálunk a hitből lett a jog, nálunk az igéből lett az igazság, tehát ha elfogadnánk egy rajtunk kívülálló, magasabb rendű, rendező elvet, akkor, és ezt mindannyiunk fölött állónak tekintenénk, akkor bizony világossá válna, hogy mi a jó, és mi a rossz, és azt szerint tudnánk alakítani az életünket. Tehát igenis tényleg úgy van, hogy
hogy Magyarország akkor menekül meg, ha megtér. És nekünk, ha már itt, és ez most már vége ennek a előadási résznek, nekünk, és itt Pünkös közelében talán érdemes elmondani, hogy akkor lesz igazán új világunk, hogyha olyanok vezetnek bennünket, akik hisznek Krisztus feltámadásában, tehát keresztények, és hisznek a nemzetükben. Tehát keresztény és nemzeti. Most el kell, hogy mondjam, hogy ha már itt erről szó került, hogy a mi alkotmányos rendünk és a benne vezető pártok, azok sem nem keresztények, sem nem nemzetiek. Én azért nem értettem meg, és most tényleg ez most már vége van az előadásnak, ez már csak egy rövid megjegyzés. Én ezért nem értettem meg, amikor egyes körökből, katolikus körökből is az jött, hogy aki keresztény, annak mondjuk a Fideszre kell szavaznia. Én ezt nem hiszem, mert a Fidesz az nem keresztény párt. Hiába van benne a KND, vagy a keresztény demokrata néppárt, ugye nem keresztény párt. Ahogy az alkotmányunk sem az. Hát a keresztény párt lenne, akkor első dolga az lenne, hogy azt mondjuk, hogy változtassuk meg az államformánkat, mert ebbe az államformába, ebbe a köztársasági államformában nincs Isten. Nem tudom, hogy érthető. Nincsen Isten abban, és ebbe az írott alkotmányban ez a nagy francia elsötétedésből táplálkozik. Nincs Isten. Ugye a nép az, aki megmond, mert állítólag én uralkodom, nem tudom, hogy észrevettük-e. Meg én mindenki, aki itt van. Csak azért nem történik az, amit szeretnék. De 65 éve egyébként a úgynevezett népi demokráciában, meg a demokráciában is a népszuverenitás volt. A népé volt a főhatalom. Tehát amit mi megszavazunk, az az igaz. Ha holnap megszavazzuk azt, hogy nyugaton kell fel a nap, akkor ott fog felkelni. Tudom, hogy nem így van, de ez szerint a berendezkedés szerint, hogy szélsőségesen érzékeltesen erről van szó. Ha itt keresztény lenne egy politikai mozdalom, akkor első dolga lenne azt mondani, hogy jó, változtassunk államformát, tudnék a királyt, azt fel kell kenni. Sőt, nálunk a Szent Koronát be kell avatni, ami azt jelenti, hogy van Isten. Ha pedig van Isten, mert a királyt fel kell kenni, felvetődik a kérdés, hogy milyen Isten van, és erre egyértelmű a válasz, hogy keresztény Isten van. És akkor a keresztény értékrend szerint kezdenénk el élni. Tehát számomra ez tényleg megdöbbentő volt, hogy akár a késznél is a vezető azt mondta, hogy gyakorlatilag, igen, hogyha Jobbikra szavaz valaki, akkor az nem keresztény. Tehát ez nem így van, és lássuk be, hogy a Fidesz sem keresztény, ahogy az MSZP sem keresztény. Ezt nem mondanám. Az egyház egy nagyon érdekes kérdés, mert személyfüggő. Tehát az egyház az... Nem. Hát most ez attól függ, most elvileg egyébként a protestantizmus az feloldható a Szent Kura tan szerint, tehát nem, itt egy a lényeg, hogy Krisztus feltámadásában higgyen. Tehát ez nem lenne gond, hanem az egyház az sokszor személyfüggő, de attól, hogy egy pap rossz pap, annak semmi köze nincsen a tanításhoz. Az egyház az arra akar utalni egyébként, hogy Krisztusban mindannyian egy test, egy lélek, egy szív lehetünk, az azt jelenti, hogy nem köt bennünket a halálnak a fogsága, az az egyház. Az egyház az Krisztus teste maga, és az létezik. Az más kérdés, hogy aki esetleg képviseli, megjeleníti, az alkalmatlan, de az elfogja, most volt a szemináriumon szó erről, hogy nagyon érdekes volt a Szent Koronában, hogy le lehet-e mondani valakinek, hogyha megkoronázták a Szent Koroná uralkodói tisztségéről. És hát ez egy külön kérdéskör, ugye elvileg ugye magák a országgyűlésnek is jóvá kell hagyni, mert ugye itt Magyarországon
Kapu Szakri Regni Korum és a Memmum Szakri Regni Korum közösen, tehát a Szentkor feje és az ország lakosok közösen döntenek, de még ebben az esetben is, hogyha a országgyűlés elfogadja, hogy lemondhat az uralkodó, még ebben az esetben is kétséges, mert nagyon jól tudjuk, hogy a papi szentségről sem, és ez erre a példa, nem lehet lemondani, és nem, ha valakit egyszer fölszenteltek, még ha kiugrik is az egyházból, az fölszentelt. Az egy más kérdés, hogy hogyan fogja elszámolni a Úristennel ezt a kérdéskört. Tehát szentséget visszavonni nem lehet. Tehát ez, én azt gondolom, hogy az is baj, hogy mi a keresztény gondolkodásnak az alaptételeit igazából nem is ismerjük. Tehát úgy ítélkezünk a kereszténységgel kapcsolatban, hogy nem ismerjük magát az alaptanítást.